Jogszabályt fogadott el a képviselőház döntő fórumként az építkezési alapanyagok áremelkedésének kezelése érdekében. A vonatkozó tervezetet korábban Csekke Attila, fejlesztési közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter dolgozta ki. Országos viszonylatban számos kivitelezőnek óriási gondot okozott az építkezési anyagok árának a növekedése. Olyan építkezési anyagok is vannak, amelyek ára 300%-kal nőtt az elmúlt másfél év alatt. Emiatt számos közpénzből finanszírozott beruházás megvalósítása veszélybe került, hiszen a szerződésbe foglalt összeg már nem fedezte a kivitelező által vállalt munkálat árát, sőt veszteségessé tette volna a céget. Az elfogadott jogszabálytervezet ezt a helyzetet orvosolja. Ez a törvénytervezet ezen segít, megengedi, hogy az anyagárakat újból számolni. Persze ezt nem mindenki úgy, ahogy akarja, hanem a statisztikai adatok szerint ott megvan, hogy hány százalékkal ment föl minden anyagnak az ára, és azokat maximálisan azokat az anyagokat, árakat maximálisan azoknak az anyagoknak az árait lehet használni. A törvény előírja, hogy a statisztikai hivatal által megállapított hivatalos ármódosulást veszik figyelembe, így emelkedhet, vagy adott esetben csökkenhet a közberuházásokra odaítélt finanszírozás mértéke. A jogszabály hatályba lépése után kötött szerződések esetében a módszertan alkalmazása kötelező minden beruházás esetében.